21 fok. Kellemes a víz hőmérséklete, és a strandon a nyári kánikulát is könnyebben viseli az ember. Városunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy több helyet is tud biztosítani a vízisportokra, vagy a szabadidő eltöltésére. A nyári szünet egy ideje zajlik, a fiatalok, kiszabadulva az iskolapadok mögül, szívesen mennek le a partra. Igazából nagyon szeretek ide kijönni, főleg amikor kevesebb az ember, mert azért még olyan jó. Én meleg időkben jó hűsítő a víz, meg hát a társaság is általában jó szokott lenni. Egy hétet vagyunk itt, nyaralunk, Magyarország déli részén jöttünk Balcsról. Nagyon tetszik, jó idő van, szép idő van, jó időt fogtunk ki, hál' Istennek. Szép ez a szabad strand is, úgyhogy minden jó. Nem csak a fiatal generáció képviselőivel lehet találkozni az itatónál, a szépkorúak közül sokan vannak, akik hosszú évek óta kijárnak a partra. Ha fürdeni nem is fürdenek, nosztalgiázással vagy éppen napozással töltik el az idejüket. 50 éve, vagy talán régebben is. Hát ez egy kedvenc hely. Ki a vizet szereti, meg a napot, az ide jár. Moson-Magyaróváron hol talál az ember még ilyen vizet? Hát ez olyan kellemes kikapcsolódási hely. 18 éve nyugdíjas, szívesen jövök jó időbe. Ez a legjobb szórakozás. De már lejár az idő, mert már készülök. Mert más program is van nekem. Én most a unokámmal vagyok itt. Hát most már 20 éve nyugdíjas vagyok, és hát közben kijövök. És különben most nagyon szépen meg van csinálva, kulturált. Tetszik, hogy ezek a fiatalok a vízisportot itt jönnek, mennek, úgyhogy meg vagyok elégedve. Még gyerekkoromban is ide jártam, nagyon régóta. Hát akkor még pláne nyugalom volt. Napozni kimondottan, hát fürödni nem nagyon szoktam, mert nekem ez hideged a víz, mert ugye ilyen gerincműtétem volt, és reumatikus témával kapcsolatban. Hát meg itt szeretem, a csöndes, kis nyugodt hely. Van, akinek más szempontból vált szokásos programmá a délutáni strandolás. Szerettem a természetet, a vizet, jó levegőt, hát és a fiatal lányokat. A napozás mellett természetesen játszani is lehet, vagy akár csónakázni. A szórakozás közben nem szabad megfeledkezni a bőrünk védelméről sem. Délelőtt 11 és délután 14 között lehetőség szerint az árnyékosabb helyeken legyünk, és folyadék mellett napta is legyen mindig a táskákban.